Trianon több mint egy vereség, Trianon az ország csonkítása, fogalmazott Horváth Tamás a Trianonról 100 év múltán című kötetének bemutatóján a HSMK-ban. A történelem tanár kötete a nagykanizsai honismereti füzetek soron következő elemeként jelent meg. Trianon a magyar történelemnek egy olyan velünk élő múltja, amit ha akarnánk, se nagyon tudnánk felejteni, mondta a Híradónak a szerző, a már nyugdíjba vonult középiskolai történelemtanár. Óhatatlan, ha az ember határon kívüli területen jár, ne jusson eszébe, ez valamikor a miénk volt. És amikor az ember nézi a televíziót, látja a gyönyörű tájakat, városokat, az egykori magyar városokat, akkor ebben van valamiféle veszteségérzet és egyfajta frusztráció, amivel még 100 év után is nagyon nehéz elszámolni. A veszteségérzet, a sok és a trauma nemzedékeken keresztül átívelő, állítja Horváth Tamás. Ez elsősorban érzés, amivel valamit kezdeni kell, ezért született meg a kiadvány. Horváth Tamás hosszú évtizedeken keresztül tanította az ifjúságot, és mint azt hivatása során hangsúlyozta, Trianont meg kell érteni. Magyar történelem közül azonban azért emelődik ki Trianon, mert a történelmünk sötétebb oldalait tulajdonképpen meg lehet érteni, túl lehet élni, ahol túl is éltük. Akár a tatárdulást, akár a 150 éves török uralmat, akár a vesztes szabadságharcainkat. Trianon azonban mégis más, mert Trianon több, mint egy vereség. Trianon az ország csonkítása. És ez az érzés a mai napig bennünk van. A szerző kiemelte, fontos, hogy mint minden eseményből, így Trianonból is le tudja vonni a tanulságot a felnövekvő generáció.